Gyergyói csapat története során eddig egy alkalommal sem tudott nyerni a MOL ligában, illetve az Erste ligában a Ferencvárossal szemben. Annak idején a 2008-2009-es szezonban a Progim, az Erste ligában pedig a Gyergyói Hoki Klub sem tudott nyerni egyelőre még. Visszaszerzi Csergő ott a sarokban. Pestuna. Szépen középre. Guga! Gól! Guga Attila góljával 1-0-ra vezet a Gyergyói HK, kihasználja az emberelőnyt a hazai csapat. És Kuk. Új, majdnem rossz helyre ment. És egyenlít a Ferencváros. Nagy Gergő góljával egyenlíteni tud a Fradi. Lehet, hogy jobb döntés lett volna, ha rátenyerel arra a korongra. Guga. Gondolta, meglepi. Aranyt a rövid saroknál, ott volt azonban a Fradi kapusa. Benedek. Szépen vissza Fonákkal, gól! Pavel Vorobiev megszerzi első gólját a szezonban. A Gyergyói HK pedig ismét vezet. 5 másodperc múlva egészülnek ki a csapatok. Tóth Adrián gól! Megpattantott középen, ez zavarhatta meg Kuk kapust. Nagy Csaba. Nem jó helyre. Nem jött ki a harmadból. Gól. Nagy Csaba passza nem megy jó helyre. Fradi pedig bent tudja tartani a támadó harmadban a korongot. És megszerzi első alkalommal a vezetést a mérkőzésen. Pestuna. Na tessék valamit varázsolni. Pestuna nem. És gól. A Ferencváros 4-2-re megnyeri a mérkőzést üres kapus találattal, csak úgy, mint tegnap a Vasas. És elszagad a cérna a GHK egy-egy játékosánál teljesen érthető okokból. És ennek ellenére bizonyára, hogy járni fog a Taps ezúttal is a Gyergyónak. Nagyszerű mérkőzés, és jár a Taps ugyanakkor a Ferencvárosnak is, mert nagyon jó mérkőzés produkált a két csapat.